5 milliárd év múlva a hozzánk legközelebb eső csillag, a nap elpusztul, megduzzad és vörös óriássá válik. Olyan forró lesz, hogy felforranak az óceánok. Bolygónk felismerhetetlenné jég majd. A felszín megolvad, és folyékony kőóceánná válik. Minden élet elpusztul a végső Armageddon során. Univerzum. Csillagok. Világegyetemünk tel is tele van megszámlálhatatlan, ragyogó csillaggal, de a Föld atmoszférájának köszönhetően védve vagyunk a halálos veszélyektől. Minden egyes csillag előbb vagy utóbb meghal, és sokuk haláltusája során gyilkos sugárzást és elemi részecskéket fog kibocsátani. Bob Kirschner, harvardi professzor imádja a csillagokat. Figyelemmel kíséri életüket a bölcsőtől a sírig. Emlékszem, hogy gyerekkoromban éjszaka kimentem csillagokat nézni. A hóban feküdtem, kezemben zseblámpával és egy csillagtérképpel felszerelkezve, és megpróbáltam rájönni, hogy mi micsoda. Édesanyám mindig kikiabált a hátsó ajtón, Bobby, gyere be! Kelj fel a hóról! Ma Kirschner, ahelyett, hogy a hóban feküdne, a Kitt csúcs obszervatóriumába igyekszik. A Kitt csúcs megközelítőleg 2200 méter magas, nem egy kifejezetten nagy hegy, de magasan a völgy felett emelkedik, ezért csillagászati szempontból kiváló. Ezen kívül itt Arizonában az időjárás is nagyon jó, úgyhogy sok tiszta éjszakánk van. Rendezvúja van az éjszakai égbolttal, hogy a világegyetem egyik legdrámaibb és legszebb eseménye egy csillag születése után kutasson. Ahogy a nap lenyugszik az arizonai sivatag felett, az obszervatórium kitárja kapuit. Ez a hegycsúcs a felhők felett magasan, a zavaró alacsonyabb atmoszférától mentesen az égbolt páratlan látványát nyújtja. Kirschner hatalmas kiterjedésű gázfelhőket keres galaxisunkon, a tejúton belül, amely új csillagoknak adhat életet. Rendben, készen állunk, keressük az elsőt. Rendben. Vannak olyan területek, ahol csillagok születtek, illetve olyan hatalmas gázfelhők, amelyeket mások már felfedeztek. Ezeket a területeket megtekintve elkezdhetünk egy-egy területet vizsgálni, hogy megtudjuk, születnek-e ott csillagok, és megvizsgáljuk közelről, hogy megtudjuk, mi is történik ott. Kirschner és csapata nagy teljesítményű távcsöveikkel a mi galaxisunkban található hatalmas gázfelhők belsejében kutatnak. Ez a Laguna köd, egy csillagközi bölcsőde, amely több száz új csillagnak adott életet. A felhő nagy részben hidrogénből áll, abból az anyagból, amelyből a legtöbb van az univerzumban. Olyan sűrű, hogy az anyagot saját gravitációja csavarvonalban összetömöríti. Az anyag összegyűlik, és elkezd egy ifjú csillaggá, egy előcsillaggá alakulni. Ahogy egy gázból és porból álló lemez elkezd beljebb zuhanni, egyre gyorsabban pörög.
Valószínűleg így született a mi napunk és naprendszerünk is. Egy idő után az előcsillagot körülvevő anyag kezd egymásba ütközni. Összegyűlik, és az apró részecskékből egyre nagyobbak jönnek létre. Először porrá alakul, majd kavicsokká, és ezután valószínűleg elég gyorsan egész bolygók jönnek létre. Ez egy csillag születésének pillanata, miközben az új nap körülötte keringő bolygókat hoz létre. A csillag egyre jobban összezsugorodik, amíg elég tömör és forró lesz ahhoz, hogy a középpontjában beinduljanak a nukleáris reakciók, ezzel az izzó gázgömb valódi csillaggá alakul olyanná, amelynek egy nukleáris tűz lobog a középpontjában. Ugyanazok a nukleáris folyamatok mennek végbe, mint egy hidrogénbombában. A hidrogén héliummá válik, és ez létrehozza azt az energiát, amelytől a csillag ragyogni kezd. Amikor a nukleáris tűz belobban, megszületik az új csillag. A mi naprendszerünk születése óta a legközelebbi és legismertebb csillag a nap. Bolygónkat fénnyel és meleggel látja el. A nap szívében másodpercenként 600 millió tonna hidrogén alakul héliummá, egy olyan nukleáris reakció során, amely 4,5 milliárd évvel ezelőtt kezdődött. A csillagászok nemzedékeken át csak a teljes napfogyatkozások alatt tudták megfigyelni a napot, amikor atmoszférája teljes takarásban volt. A nap néhány percre megengedi, hogy megpillantsuk tiszteletre méltó erejét. Francisco Diego, egy hivatásos napfogyatkozás kutató, kamaszkorában Mexikóban látott először napfogyatkozást, és ezzel egy egész életre elbűvölte a nap. A napfogyatkozás egy olyan esemény, amit ha valaki egyszer végignéz, akkor azt sohasem fogja elfelejteni. Az esemény maga nagyon csodálatos. Amikor a napra nézünk, akkor egy tökéletes gömböt láthatunk, de azon a napon, mint ahogy azt már évekkel korábban, percre pontosan megjósolták, végignézhetjük, ahogy a hold kezdi eltakarni a napot. A teljes napfogyatkozás során a hold pontosan egy vonalba kerül a nappal. A hold 400-szor közelebb van a Földhöz, mint a nap. És egy csodálatos kozmikus végtelen folytán pontosan 400-szor kisebb. Diego és csillagász csapata a világ bármelyik pontjára elutaznak, hogy ezt a ritka csillagászati eseményt tanulmányozhassák. Minden napfogyatkozás csupán néhány értékes percig tart. A hőmérséklet elkezd süllyedni, és néha akár 5 fokkal is hidegebb lesz. Érezni lehet a különbséget. Érezni lehet a szelet, ahogy az atmoszféra felbojdul. Ez egy nagyon feszült pillanat. Majd az ember nyugatra néz, mert a hold árnyéka abból az irányból közeledik, rettentő gyorsan, körülbelül 3000 kilométeres sebességgel. A
a táj színei kifakulnak. A Föld felszínén végighalad egy 100 kilométernél szélesebb árnyék. A déli napsütés lassan éjszakai sötétségbe borul. Az égbolt olyan sötét lesz, hogy az addig halvány korona láthatóvá válik és felragyog. Olyan, mint egy virág, egy fehér virág, amely az égen kibontotta szirmait. Ez a napkorona, a világító atmoszféra, amelyet az intenzív fény miatt nem lehet látni. Az égi test több millió fokon ég. Hatalmas kitüremkedések emelkednek ki a felszínéről, amelyek több tucatszor is el tudnák nyelni a Földet. Hatalmas ujjakként több millió kilométerre nyúlnak ki a légüres térbe. De a Diegóhoz hasonló napcsillagászok számára a teljes napfogyatkozásnak túl hamar vége szakad. Néhány perc után a csillagközi egybeesés megszűnik. A nap csillogó fénye kirobban a hold mögül, varázslatos látványt nyújtva, amelyet a napfogyatkozás figyelők gyémánt gyűrűnek neveznek. Amikor az ember megpillantja a gyémánt gyűrűt, és látja, ahogy a hold árnyéka most már keleti irányban halad, akkor az ember azt mondja, ennyi volt. Az a két vagy három perc tova tűnt. Évekig várunk erre az eseményre, majd hirtelen vége az egésznek. Ilyenkor az ember tátongó űrt érez, arra gondolunk, ez nem volt elég, többet akar. Ahogy a nap kitör a hold takarásából, a Földet ismét elönti a fénye. A nap állandó energiájára támaszkodunk, hogy életet leheljen bolygónkba. Ingyenes energiaforrást biztosít. Melege elpárologtatja a vizet, hogy létrejöhessenek a felhők, és az eső. Viselkedésének legkisebb változása is veszélybe sodorhatja világunkat, vagy akár az emberi fajt is. Azért, hogy a Föld atmoszféráján kívülről a nap hatalmas energiáját állandóan figyelhessék, a NASA és az Európai űrkutatási központ megtervezett és megépített egy új műholdat, a SOHO-t. Az 1995-ben feljuttatott SOHO áttörést jelentett a nap megfigyelések terén, és a csillagászoknak közeli képet nyújtott a hozzánk legközelebb eső csillagról. Douglas Gaug, a Cambridge-i Egyetem napcsillagásza, a SOHO csapat egyik tagja volt. A műhold a Föld és a Nap között lebeg, ott, ahol a két égitest gravitációs vonzása kiegyenlíti egymást. Ott lebeg és folyamatosan figyeli a napot, az összegyűjtött információt pedig a Földre sugározza. A sugárzott információ túlszárnyalta a legmerészebb álmaikat. A nap fortyogó felszíne egy viharos tenger. A kitöréseket szétzilálják a hatalmas mágneses mezők.
A Soho bebizonyította, hogy a napnak ugyanúgy van időjárása, mint a Földnek. Gigantikus tornádók süvítenek végig az atmoszféráján. A felszínen hatalmas lökéshullámok vonulnak végig. A nap felszíne lüktet. Minden 5 percben az egész csillag levegőt vesz. Napunk lüktet. Ez a vibrálás hangja, melyet több ezer szeresére felgyorsítottunk. A nap felszíne nagyon dinamikus, állandó mozgásban van, ugyanúgy, mint ahogy a sugárhajtású motor mögött is turbulencia alakul ki. A sugárhajtású motornak is van hangja, ugyanígy a nap is hangot ad, amely rezonál, és ennek köszönhetően az égitest énekel. Azzal, hogy ezeket a hangokat figyeljük, nagyon sok mindent megtudhatunk a nap belsejéről. A felszín alatt egy nukleáris kemenc alapul, amely még több millió évig fog élni. Nukleáris szívéből sugárzás, több trillió foton részecske kezdi meg fáradtságos útját a felszín irányába. A fotonok összeütköznek a nagy sűrű gázokkal. Olyan sokszor ütköznek, hogy az út, amely elméletileg csupán néhány másodpercig tart, több millió évet vesz igénybe. De miután a fotonok kiszabadulnak a nap felszínéről, 8 perc 30 másodperc alatt elérik a Földet. Minden nyáron több millió ember kell útra, hogy a helyi csillagot imádhassa. Even 150 millió kilométeres távolságból is érezni lehet a nap hatalmas romboló hatását. De nem mindenkinek van természetes védelme a nap halálos sugárzásával szemben. A világos bőrű emberek eléggé védtelenek. A nap halálos ultraibolya sugárzásának végeredménye a leégés. A leégés védő őrök védtelen fürdőzőket keresnek. Minél több időt töltünk a napon, annál nagyobb a bőrrák, főleg a halálos, rosszindulatú melanoma veszélye. De ennél sokkal több veszély leselkedik ránk, amikor a nap felszínét felkorbácsolják az erős mágneses mezők. Ezek a mezők átütik a felszínt, és hatalmas, sötét területeket hoznak létre. Ezeket napfoltoknak hívjuk. Mindegyik elég nagy ahhoz, hogy elnyelje a Földet, és jelenlétük figyelmeztetés. A mágneses zavarok hatalmas kitöréseket okoznak, hatalmas mennyiségű sugárzást és több milliárd elektromos részecskét lövelnek az űrbe. Minden 11. évben a napfoltok száma és mérete megnövekszik. Egy hatalmas energiatömeg indulhat felénk, amely az egész Földet elnyelheti, és amikor ez bekövetkezik, akkor nem csak a napozóknak kell vigyázniuk. 1989. márciusa. A nap arra készül, hogy Kelet-Kanada lakóit korán kiverje az ágyából. Ez volt a 11. éves ciklus csúcspontja. A Solaris Maximum. Kinn az űrben egy hatalmas, másfél millió kilométer hosszú, sűrű anyagtömeg süvített egyenesen a Föld irányába.
A Nemzeti Áramhálózati Irányító Központ éjszakai műszakjának fogalma sem volt arról, hogy mi vár rájuk. Hajnali 3:43-kor a mérnökök hatalmas kilengést észleltek a rendszerben. Amikor a felhő elérte a földet, a távvezetékekben hatalmas feszültségnövekedést okozott. A mérnökök megpróbálták csökkenteni a feszültséget, de néhány perc alatt elveszítették uralmukat az egész rendszer felett. Quebec több mint 1 millió négyzetkilométeres területén az erőműveket elöntötte a többletfeszültség. Az áramellátás pillanatok alatt megszűnt. A városra sötétség borult. 8 millió otthon maradt áram nélkül. Északi irányban ugyanaz a felhő, amely a quebeci sötétséget okozta, égi tűzijáték fényébe borította a sötét égboltot. Ez az Aurora Borealis. A felhő egy része fennakadt a Föld mágneses mezején. Ahogy keresztül hatolt az atmoszférán, reakcióba lépett a levegővel. Mint egy hatalmas neon, a nap keltette fény beborította az éjszakai égboltot. A mi napunk nem az egyetlen csillag, amely veszéllyel fenyeget. Az űr tel is tele van káros részecskékkel és sugárzással. A Föld védelmet nyújtó atmoszférája feletti utazás nagyon veszélyes. Az atmoszférán kívüli utazás veszélye ellenére olyan erős a vágyunk megszelídíteni az űrt, hogy felkészültünk arra, hogy megkockáztassuk a következményeket. In 1969-ben Buzz Aldrin, Neil Armstrong és Mike Collins elindultak a történelmi 400 000 kilométeres útjukra, a Holdra. Üdvözlöm Önöket, Neil és Buzz! A Fehér Ház ovális terméből beszélek, és biztos vagyok abban, hogy ez a legtörténelmibb telefonbeszélgetés, amely innen folyik. Az ünneplés a tetőfokára hágott, amikor Aldrin és Armstrong megtették első lépésüket a Hold felszínén. De az eufória mellett titkokat rejtegettek a houstoni irányítóközpont előtt. Többet láttak, mint a Hold felszínén található port. Armstrong és Aldrin csak akkor fedte fel titkát, amikor visszatértek a Földre. Jelentették, hogy szemükben furcsa fehér fénycsíkok villódtak. A NASA úgy döntött, hogy a következő utak során vizsgálatokat végeznek, hogy pontosan megismerjék a furcsa fények eredetét. Charlie Duke űrhajós volt a kísérleti alany. Az Apollo 16 fedélzetén megkérték, hogy figyeljen a titokzatos villódzásra. A Hold felé tartottunk, amikor behunytam a szemem, és hirtelen megláttam egy fénycsíkot. Olyan volt, mintha egy villanykörte robbant volna szét a szememben. Nagyon fényes és fehér volt. És jelentettem, hogy láttam az elsőt. Egy fénycsík volt, rettentő gyors, nagyon fehér és hihetetlenül fényes. Egy fiatal kutatót, Larry Pinskyt jelölték ki, hogy Duke-kal együttműködve rájöjjön, mi okozza a villódzást. Fehér csík a jobb szememben, középen, fönt, egy fénycsík. Houstonban rögzítették Duke megjegyzéseit, és idővel rájöttek, hogy csak egy dolog okozhatja a fényjelenséget. Lentről fölfelé, egy kicsit balra, halvány fehér pont a bal szememben. A
Végül kiderült, hogy kozmikus sugarakat láttak. Apró elemi részecskéket, amelyek az űrben repülnek, és amelyek áthaladnak az űrhajókon, a testen, és ezekben az esetekben a szemünkön. Jól vagyunk. Tony, mi lenne, ha egy kicsit tovább maradnánk? Pinsky rájött, hogy Duke és a többi űrhajós nagy energiájú részecskéket láttak, amelyek az univerzum egyik legerőszakosabb megsemmisülésekor jönnek létre. Amikor egy hatalmas csillag több trilliárd kilométerre tőlünk szupernovaként felrobban. Egy csillag vége. Ez egy csillag vége, amikor elégeti a magjában őrzött összes üzemanyagot. Minél nagyobb egy csillag, annál erőszakosabb a halála. A mag instabillá válik. Energiát veszít, és megkezdődik az összeomlás. Egyetlen pillanat alatt olyan sok energiát bocsát ki magából, mint az univerzum összes galaxisának összes csillaga. A kozmikus sugarak valójában részecskék, apró anyagdarabok, az atomok magjai. A részecskék a szupernovából származnak, és gyakorlatilag nagyon-nagyon felgyorsult atommagok. Biztos vagyok abban, hogy mindig is ott voltak, de csak akkor vettük észre, amikor becsuktuk a szemünket, és erre gondoltunk. Valójában csak ekkor láttuk őket. Azt hiszem, a bal oldalon halvány fénypont a bal szememben, a bal szélén. Egyáltalán nem járt fájdalommal. Inkább olyan volt, mint egy csodálatos tűzijáték, ami a szemgolyón belül villog. Amikor az űrhajósok visszatértek a Földre, Pinsky közelebbről is megvizsgálta Duke sisakját. Több száz mikroszkopikus nyomot talált ott, ahol a kozmikus sugarak áthatoltak. Hihetetlen áthatoló képességük van, és molekuláris szinten rettentő károkat okoznak abban, amin áthaladnak. Ezért veszélyesek az emberekre, amikor áthaladnak rajtuk. Eszembe jutott, hogyha néhány évet az űrben töltenék, és ezek a kis részecskék lyukakat ütnének a fejemben, akkor valószínűleg gondjaim lennének. De mivel nagyon rövid időt töltöttünk a világűrben, ezért természetesen nem izgultunk. De ha a szupernova túl közel van, akkor nem csak az űrhajósok forognak veszélyben. Ez még itt lenn a Földön is áldozatokat követelhet. Több évszázadig is eltartott, amíg a tudósok rájöttek arra a rejtélyre, hogyan pusztulnak el a hatalmas csillagok. A modern csillagászok a II. Világháború alatt a megszállt Hollandiából egy rendkívüli forrásból kapták az első nyomot. Jan Duvedák, az ősi kínai kéziratok kutatója, felfedezett egy dokumentumot, amelyet 900 évvel korábban Kínában jegyeztek fel. A következő állt benne. A korszak első évének 7. hónapjának 22. napján Cheng Ho a következőket mondta. Elképedve végignéztem egy vendégcsillag megjelenését a Bika keleti mennyeiben az 5. holdban. Nappal is látható volt, mint a Vénusz, és egész felületéről fénysugarakat sugárzott.
A feljegyzés egy fényes csillagról szólt, amely 1054 nyarán jelent meg az égbolton. 22 hónapig világított, majd eltűnt. Duvedák ráeszmélt ennek a felfedezésnek a fontosságára. A holland föld alatti mozgalommal való kapcsolatain keresztül a feljegyzést átcsempészte a frontvonalon és eljutatta az amerikai csillagászokhoz. Húsz évvel korábban amerikai csillagászok galaxisunk szélén felfedeztek egy távoli gázfelhőt, a rákködöt, amely tágult. Mozgását visszafelé számolva megállapították, hogy egyetlen pontból ered, megközelítőleg 900 évvel korábbról, pontosan akkor, amikor a kínai csillag megjelent. A csillagászok úgy gondolták, hogy a rákködöt egy felrobbanó csillagmaradvány alkotja, egy szupernova, de erre akkor még nem volt bizonyítékuk. A kínai csillag olyan fényes volt, hogy még nappal is látszott, és egy ideig a fénye mellett még írni is lehetett. Sőt, a csillag az égnek pontosan azon a részén jelent meg, ahol a rákköd van. Ez lezárta a vitát. A rákköd biztosan egy szétrobbanó csillag maradványa. A rákköd kék színét a kiszabaduló kozmikus sugarak okozták. A színes csápok a hatalmas robbanásból származnak. De ennek a csillagnak a robbanása nem jelentette a véget, mert egy furcsa test maradt utána. Anthony Hewis, a Cambridge-i Egyetem professzora, miután az 1960-as években megalkotta furcsa távcsövét, felfedezte, hogy a csillagok számára létezik az élet a halál után. 1965-ben kezdtük építeni. Egy nagy és érzékeny rádióantennát szerettünk volna, ami olcsó, ezért emellett a hatalmas dipoláris ernyő elkészítése mellett döntöttem. Felváltva ütöttük a földbe a póznákat, akasztottuk fel a drótot és csatlakoztattuk azokat a kábelekhez. Egyértelműen csapatmunka volt. A következő két évben Hewis és diákokból álló kis csapata a másfél hektáros területen felépítette a drótból és póznákból álló rendszert. Ez a furcsa antenna mutatta meg az univerzum legfurcsább tárgyát, és ezzel Hewis elnyerte a Nobel-díjat. Az antenna működtetése Jocelyn Bell feladatköréhez tartozott, aki akkoriban kutatódiák volt. Több kilométernyi papírt használtam el. Minden nap 31 méter grafikon tekercset. Állandóan az eget pásztáztuk, és az alatt a 6 hónap alatt, amíg ott dolgoztam, több kilométer papírt elhasználtam. 1967. augusztusában, amikor még csak egy hónapja működött az antenna, egy furcsa jelenségen akadt meg a szeme. Ahogy a toll a papíron végigfutott, ilyen hangokat hallatott, egy ütemes hangot, másodpercenként körülbelül hármat.
Mesterségesnek látszott. Már az elején intelligens jelnek véltük. Egy intelligens jel, amely a világűrből származik, vajon mi lehet? Viccelődtünk, és azt mondtuk, talán valaki valamilyen jel segítségével beszélni akar velünk. Úgyhogy ezeket KZ-nek, kis zöld embereknek hívtuk. Több hónapos elemzés után Hughes és Bell érdekfeszítő eredményre jutottak. Csak egy apró, rendkívül sűrű pörgőtár tud ilyen gyors jelet kibocsátani. Az egyetlen lehetőség egy szupernova összeomlott magja, egy neutroncsillag. Egy élő halottra bukkantak. Valójában nem tudtam a neutron csillagok létezéséről, amíg nem kérdeztem meg másoktól, hogy létezik-e olyan csillag, amelynek az átmérője kisebb, mint 1000 kilométer. A jelek, amelyek a neutron csillagoktól származnak, azért jutnak el hozzánk, mert azok úgy viselkednek, mint a világító tornyok. Ezek a csillagok pörögnek, és sugárzásukat a mágneses mezejük fókuszálja. Minden alkalommal, amikor ez a sugár elhalad a rádióantenna felett, mi ezt érzékeljük. Egy éven át gyakorlatilag több száz elmélet született, és a kérdésre nem találtunk választ. Úgy emlékszem, körülbelül 12 hónap elteltével fogadták el, hogy ez valóban egy neutron csillag. A felismerés hullámot keltett. A rádiótávcsövek világszerte a titokzatos jelek után kutatva pásztázták az eget. Kevesebb, mint egy év múlva a hatalmas puertorikói Arecibo tányér rábukkant egy jelre, amely a rákköt szívéből jött. Megtalálták a kínai szupernova közepén a jeleket kibocsátó halott csillagot. Meglepő módon a pörgő neutron csillag nem csak rádióhullámokat bocsátott ki, hanem látható is volt. A nagysebességű felvételek bemutatták, ahogy másodpercenként 30-szor felvillan. Ez volt a legerőteljesebb tárgy, amelyről valaha kép készült. A neutron csillagok semmihez sem hasonlíthatóak. Olyan tömörek, hogy egy belőlük származó gyűszűnyi anyag több mint 100 millió tonnát nyom. Feltételezzük, hogy ha valakinek sikerülne leszállnia egy neutron csillagon, hihetetlen gravitációt érezne. És az atmoszféra ahelyett, hogy 8 kilométer vastag lenne, csupán 5 milliméteres. Úgyhogy ha egy neutron csillagon állnánk, akkor az atmoszféra a lábujjaink között hömpölyögne. De még egy neutron csillag gravitációja is eltörpül ahhoz képest, amikor egy igazi nehéz súlyú csillag elpusztul. Amikor egy olyan csillag alszik ki, amely százszor nehezebb a mi napunknál, akkor az nagyon szól. Miközben mi a robbanást kívülről szupernovaként érzékeljük, a csillag befelé is robban. A mag a világegyetem egyik legveszélyesebb objektumává tömörül össze. Középpontja olyan sűrű lesz, hogy a gravitáció a körülötte lévő univerzumból beszippantja az időt és magát a teret is. Egy sötét űr alakul ki a csillag szívében. Egy fekete lyuk születik. A
amikor egy hatalmas csillag elhasználta az összes üzemanyagát, amely melegen és felpuffasztva tartotta, akkor a gravitáció olyan erőssé válik, hogy legyőzi az összes rendelkezésére álló anyag nyomását, a csillag önmagába fordul és eltűnik, és fekete lyukká alakul. Mindenki hallott a fekete lyukakról, de senki sem látta őket, és senki sem jutott a közelükbe. A fekete lyuk közepén található egy pont, amelyet szingularitásnak nevezünk. Minden megsemmisül, ami beleesik. Végtelenül sűrűvé és végtelenül apróvá válik. Még a tér és az idő is annyira összezsugorodik, hogy megszűnik létezni. A szingularitás egy olyan hely, ahol a gravitáció mértéke végtelenül erős. Ez az a hely, ahol az anyag megsemmisül. Egy olyan hely, ahol a tér és az idő ismereteink szerint megszűnik. Valamikor a jövőben elrepítünk egy földi űrhajót a világegyetem legmegtévesztőbb tárgyának gyomrába. A fekete lyuk felé tartó űrhajó nem fogja érzékelni a sötét folt mélyén rejtőzködő szingularitást, csak az azt körülvevő feketeséget. Úti céljának olyan erős a gravitációs vonzása, hogy még a fény sem menekülhet. Ahogy az űrhajó a fekete lyuk középpontja felé halad, azt éreznénk, mintha függőlegesen húznának és vízszintesen összepréselnének. A testünk engedne a gravitációnak és meghalnánk. A testünket alkotó atomok is szétesnének. Minden megsemmisül a szingularitásban. Semmi sem marad hátra, csak egy tökéletes fekete gömb, a halott csillag gravitációs szelleme. Szerencsére a fekete lyuk veszélyei távol vannak. Még a legközelebbi is 5000 fényévnyire van a Földtől. A végzetünk sokkal közelebb van. Mint a galaxis összes csillagának, a mi napunknak is korlátozott az élettartama. Egyszer elfogy az üzemanyaga, és felperzseli a bolygókat. Ez egy olyan borzasztó kilátás, amelyről a csillagászok évtizedek óta tudnak. Tisztában vagyunk azzal, hogy megközelítőleg 5 milliárd év múlva a nap fel fog dagadni és vörös óriássá válik. Ez lesz a nap végének kezdete. 5 milliárd év alatt a mi csillagunk felhasználja összes üzemanyagát. Üzemanyag nélkül a nap elpusztul. Haláltusája során a csillag, amely az életet adta, megduzzad, elnyeli a Földet és a Holdat. Semmi sem marad életben. Az energiatömeg hatására a nap fölforrósítja a Földet, az óceánok elpárolognak, a hegyek elolvadnak. A Földet elhamvasztja kedves csillagunk, a nap. A vörös óriásból származó hő olyan forró lesz, hogy a Föld felismerhetetlenné ég majd. A Föld kérge szétolvad.
a felszín olvadt kőóceánná válik. Semmi sem élheti túl a végső katasztrófát. És ez lesz a nap történetének a befejezése. Ki fog hűlni, ahogy múlik az idő, és egyre halványabban fog ragyogni, egyre hidegebb lesz végül, csupán egy kihűlt csillag marad utána. A Föld, amelyen nem marad élet, a hideg űrben fog lebegni. Miközben napunk ragyogása megszűnik, a galaxis egy távoli pontján, az élet vége láthatatlan ciklusában egy új csillag születik majd. Lehet, hogy az majd létrehozza a saját naprendszerét, sőt, akár egy Földhöz hasonló bolygót is, ahol új élet fog sarjadni.